Sziasztok, Máté vagyok, és a mai videóban ismét az egyik nézőmmel, Edittel köszöntelek titeket. Sziasztok! A mai videó egy különleges videó lesz, ugyanis egy másik nézőm kihívott egy becsukott szemmel fonásos kihívásra. Mindjárt fel is olvasom nektek, de szerintem itt kettőnk között is láthatjátok, hogy mit írt. Az az üzenet, Kata hívott ki: szia Máté, kihívlak a fontbe valaki haját csukott szemmel kihívásra. Ha még nem hallottál róla, elmondom, hogy be kell kötni a szemed, és úgy kell befonnod valaki haját, sima hármas fonás nem lehet. Léci, csináld meg, és ha lehet, csinálj róla a videót. A végén két embert hívhatsz ki, ja, és akinek fonod a haját, nem szólhat közbe, hogy feljebb vagy valami. Köszi, ha megcsinálod. Ez lett az enyém. Itt mutatja a képet, azt a rendben. Ja, ezt már én írtam, köszi. Na, hát ez lesz a kihívás, és Edit, a másik nézőm, segít ezt megvalósítani. Úgyhogy remélem felkészültél, Edit. Teljes mértékben. Sajnos nem találtam semmilyen sálat, amivel bekötheném a szememet, viszont van a pólómhoz illő sapkám, és ezt szokom úgy a szememre húzni, hogy ne lássak semmit, úgyhogy így készítem el a fonást. Még nem mondom el nektek, hogy miért, majd ha ez érdekel titeket, akkor tartsatok velünk, és nézzétek meg, hogy milyen fonást készítek el Editnek. Úgyhogy kezdjünk is hozzá. Na, akkor felveszem a sapkámat, szerintem így még soha értelme nem voltam sapkát, a szemüvegemet leveszem. Szóval ez is egy nehezítés amúgy, hogy nincs alkalom szemüveg is úgy fonni. Ez egy külön kihívás lehet. És úgy veszem fel, hogy itt a szememnél legyen ilyen dupla rész, szóval abszolút ne lássak semmit. Mondjuk a fésűt, meg a csipeszt, azt csipeszt ide csípem. A fésű hol van? No, a hajgumi a csuklómra. Hajgumi a csuklómra, és akkor kezdődhet a kihívás. Megvan. A fejem az megvan. Megvan, igen. Használom a kis kezeimet. Leválasztok egy nagyobb részt, nem tudom, hogy magyarázzak-e közben, mert még én sem tudom, hogy hogy kell csinálni. Leválasztok. Ne segítsél, jól választottam le? Ezért nem látom. Én a falat nézem. A lényeg az, hogy egy négyes fonásról kell készíteni, amihez természetesen négy részre kell választanunk a hajat. Ez egy, kettő, három, négy. Megvan a négy részem. És mondjuk ez egy kicsit kicsi, ehhez leszek pluszba. Nem tudom, hogy hogy látjátok. Na, de a lényeg az ez, hogy van egy olyan videóm, amiben a négyes fonást készítem el, egy ilyen új közé vehető módszerrel, és először elveszem a, innen számoljuk a kettest, és a négyest, és annak ezt pedig így áttéve megcserélem. És elveszem innen a kettest, négyest, négyes ez? Így, oké, és akkor ezt meg megcserélem. Szóval ez az egésznek a lényege, úgyhogy ezt itt már gyorsítva láthatjátok, mert ezt úgy is mondanom kell, mivel nem látom, ezért valahogy belezavarodjak. Úgyhogy kettes. Kettes. Ebben a fonásban egyébként el kell, hogy mondjam, hogy még a videó, amikor csináltam azt a videót, itt fent szerintem a jobb felső sarokban be is teszem nektek, a felvételénél is. Hopp. Na jó, már most belezavarodtam. Ezt ide kellett volna, ezt meg ide. Így. Hopp. Még remélem ez menthető és nem lesz csúnya. Szóval akkor is belezavarodtam, és egy párszor, remélem párszor, de vagy egyszer biztos újra kellett csinálni. Egyébként két ilyen négyes fonásos videóm is van. Az egyikben parketta fonásként csinálom meg, a másikban pedig egy softball. De most nem bonyolítottam az életemet parketta fonásra, mert éppen elég lesz ezt így megcsinálnom. Egyébként nem is tudom, hogy milyen hosszúságnál tartok. Hú, ez tök jó már. Ahogy így fogom, ez tetszik, tetszik. Vannak itt Editnek ilyen rövidebb dincsek elől, amit most láttam. Úgyhogy ezek lehet, hogy már csúsznak ki, nem érzem. Itt van az egyik tincs, ez elég vékony. Egyébként jól haladok szerintem. Az az igazság, hogy elmondom nektek, hogy úgy gondoltam, hogy készítek ezen az oldalon is egy ilyet, és a másik oldalon is, és itt hátul egy hajgumival összekötöm őket, és akkor ilyen kis szuper, ilyen félig feltűzött fonásos haj lesz.
és nem tudom, hogy az most számít-e, hogy Elit így megfognál nekem az egyiket, de inkább megfogom egy csipesszel. Remélem, hogy ez fogja tartani. Tapogatom és nézem, hogy ezen az oldalon mekkora volt a válasza. Szerintem ez így jó lesz. Úgyhogy most itt is kezdem a fonást. Ezt is négy részre próbálom osztani. Na, most akkor az kellene, hogy hátra fordulsz teljesen. Merre van a hátra? Mármint, hogy háttal a kamerának. Ja, igen. És, szóval elkészítettem a két fonást, és megpróbálom egyformára így lehúzni. Hol van a helyek közöttben? Így. Oké, megvan. És egy hajgumival rögzítjük, vagy megkötjük. Igen, és akkor arra gondoltam, hogy itt közte leválasztjuk ezt a részt, és átemeljük a kettő között. Ezt nem tudom, hogy ezt hogy fog működni. Your body's going crazy, speak to me, want to let me be your rhythm tonight. Hold your body, move your body. Jó. Hol a helyet? Jó. Hol a helyet? És... Csak előről láttam. Előről nagyon jó. Igen, hátul. Mondjuk el eltakarni ez a sok rész, de hagyj emeljem el meg, hogy megnézzük, hogy milyet fontam. Hopp, hát ezt nem túl szépen húztam át. Bocsánat, ezt most meg kell igazítanom. A tapinta jó. A tapintás. A fonás jó lett. A fonás az jó lett. Én büszke vagyok magamra. És hadd nézzem meg, hogy szimmetrikus lesz. Szerintem a leválasztás is tök szimmetrikus. Ügyes. A kihívás az teljesítve. Igen. Free the beast from its cage, free the rage like an animal. El is készültem ezzel a becsukott szemmel fonással. Szerintem sikeresen végrehajtottam ezt a feladatot, igaz, Edith? Ja, nekem nagyon tetszik. Na, ennek örülök. És hát, ahogy Kata kérte, nem egy sima háromas fonás, hanem egy ilyen 3D-s, 4-es fonást készítettem. Remélem, hogy tetszett nektek, és remélem, hogy Kata neked is tetszett. És most jön a videóban a kedvenc része, amikor két ember kihívhatok, hogy ő is valósítsa meg ezt a kihívást, remélem, hogy el is fogják készíteni. Az egyik kihívottam Laura lesz, a másik pedig Sági Evelyn, vagyis Aviana Rál, úgyhogy Evelyn és Laura, remélem, hogy ti is meg fogjátok csinálni, és nem kell magatoknak, hanem ugyanúgy egy másik embernek, hát én sem tudtam volna magamnak megcsinálni, meg szerintem Kata sem magának készített el, úgyhogy becsukott szemmel való fonásra fel, és így pedig találkozunk a jövő héten egy újabb hajas videóban. És addig is sziasztok! Újabb nézőmmel ülök, itt még pedig Edittel. Sziasztok. Ezt nem jól mondtam, jó? És Edith vagyok.